Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban ezt a Lidl-ös Ultimate Speed elnevezésű lámpabúra felújítót fogjuk kipróbálni, amit egy kedves szomszédom vett, azért is van ilyen viharverte állapotban, mert már ki lett bontva. De már nem általam. Úgyhogy most gyorsan megnézzük, hogy mik vannak benne, és utána neki is esünk a lámpájának. No, hát azt mondja a technika, hogy használat, ugye a melléket használt mutató szerint, ami már nincs benne, nem tudom hova lett, így útközben eltűnt. Na de nagyjából a piktogramokból kitalálom, hogy először feltapasztunk ugye egy csiszolóvásznat erre a kis matyira, majdnem elrepült. Aztán, hát ezzel megcsiszoljuk, gyanítom, hogy nedvesem. Utána pedig ugye erre a fehér részére teszünk a polírpasztából, miután fel van csiszolva, és utána pedig gondolom én, hogy ezekkel a rongyokkal letörölgetjük tisztára, majd a végén a bevonatot pedig felvisszük, ami hát a kép alapján egy ilyen benedvesített akármilyen kendő, hát gondolom ilyen baromi tartós lehet, egy ilyen benedvesített kendő felkenve, na de mindegy, emígyen fogjuk megnézni. Ami már nekem így az elején gyanús, az az, hogy csak egyféle a szemcseméret, a csiszoló papírom. Általában azért úgy szoktuk, hogy van durvább, és úgy haladunk a finomabbikig, ez csak finom. Úgyhogy meglátjuk, milyen eredménnyel fog zárni. Amúgy azt mondja a doboz hátulja, hogy két lámpabúránál két használatra elegendő a cucc, tehát gyanítom, hogy azért van ugye ebből négy, mert egy-egy lámpabúra, aztán egy paszta két lámpabúrára elég, ugye ahhoz egy szivacs, meg ugye két kendő van egy-egy ilyen zacseszba, és akkor így kétszer két lámpabúra. Na hát a jobb oldal az jobban le van mattulva, mint a bal, de azért is azon fogom kipróbálni. Már úgy a jobb, hogy nekünk jobb, ahogy most ránézünk. Amúgy a kocsinak az a bal oldala. Először le fogom tisztítani, utána meg maszkolóval körbe ragasztom. És akkor utána kezdhetjük a mókát. Na hát lenne még mit csiszolni rajta, de ez elfogyott. Úgyhogy jövök rá a polírral,
Ha elfogyott, elfogyott, nem használom a másikat, ugye az van ráírva, hogy két fényszóróra kétszer lehet használni. Ugye polír. Á, nem, ez gyenge. Tehát ezen a lámpabúrán ennyire lemattulva, nem mondom, hogy nem ér semmit, de azért kellene a többi lépés. Tehát ettől szerintem még a Turtle Wax-nak is jobb a lámpabúra felújító készlete. Ezeket a kendőket rá se kenem, és még miért valami szakértő mondaná, hogy hú, de pont ez a lényege. Nem, nem ez a lényege. Mire eljut az ember, hogy a védelmet ráteszi, addigra már tükörnek kell, hogy legyen a felület. Ugye a csiszolóvászonnak ki kellene hoznia, meg le kellene hozni a elhalt lakkot. A polírnak ugye ki kellene szednie a csiszolópapírnak a maradványait, vagy a nyomait. És utána ugye a zárásnál csak levédjük a kész eredményt. Úgyhogy mindjárt nekiesek itt valami rendes technikával. We'll be right back.
közben arrébb kellett, hogy rakjam a kamerát, mert nem szerette, hogy a napocska felmelegítette. De hát remélem, hogy azért így is visszaadja, hogy azért ég is föld a különbség, hogyha rendesen fel van több lépcsőbe vizes csiszolva, és utána pedig rendesen géppel felpolírozva, nem itt kézzel szórakozva, akkor azért másabb az eredmény. Tehát nem azt mondom, hogy rossz ez a szett, csak nem erre a fajta lámpára való, ami már ennyire meg van menve. Biztos van az enyhén bemattult szett, amin még éppen segítene, de ez nem az volt. Meg amúgy sok helyen relatíve elfogadható áron meg is csinálják a lámpabúrákat, és még garanciát is vállalnak rá. Na de a móka kedvéért, hogy ne vesszen kárba, mindjárt rákenem ezt a védőréteget, és akkor kész is lesz. Úgyhogy ajánlanám már, vagy nem. Én azt mondanám, hogy inkább vigyétek el valami rendes helyre, ahol megcsinálják garanciával, mint szórakozni vele otthon. Úgyhogy ezzel a videó ennyi is volt. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!